Üdvözlök mindenkit! Júliusban újraindítja a turizmus Spanyolország, jelentette be sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. A kormány nem hagyja veszni a nyári szezont, és júliustól mindenkinek garantálja a biztonságos nyaralást. Pedro Sánchez úgy fogalmazott, mindenki, aki Spanyolországba jönne idén, elkezdheti tervezni utazását. Az ideérkező külföldiektől függetlenül is az lesz az állam célja, hogy fenntartsa az egészségvédelmi intézkedéseket. Como saben ustedes, España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país. Y así se lo haremos saber a nuestros antiguos amigos de siempre y a nuestros nuevos visitantes. Hoy les enviamos un mensaje a todos y a todas, y es que España os espera desde el mes de julio. Quien visite España puede contar con que pisa un suelo con garantía sanitaria y comprometido también con la sostenibilidad de nuestro planeta. A szükségállapot következő 6. meghosszabbításáról mindössze annyit mondott, az emberek szabad mozgásának korlátozására egyetlen mód van Spanyolországban, és az a szükségállapot kihirdetése. Ha szükség lesz erre június 7-e után is, akkor kérvényezni fogja a következő hosszabbítást. A foci rajongóknak is jó hírt hozott a kormányfő, a június 8-ai héten újraindul az első osztályú spanyol futballbajnokság. Egyebek között olyan meccseket fognak lejátszani, amelyeket eredetileg márciusra terveztek, úgy mint a Real Madrid Eibar, a Granada Hetafe vagy a Valencia Levante. A mérkőzéseket zárt ajtók mögött fogják megrendezni. Pedro Sánchez bejelentette azt is, hogy a miniszterek tanácsa jövő héten jóvá fogja hagyni az úgynevezett létfontosságú minimál jövedelmet a legrászorulóbb háztartások számára, vagyis akiknek egyáltalán nincs bevételük. Ennek értelmében júniustól mintegy 850 ezer család számíthat a kormány segítségére. Az összegek elosztása az egy háztartásban élők számától függ. A kormány 2-10 napos nemzeti gyászt hirdet a koronavírus áldozatainak tiszteletére. Erről már hetekkel ezelőtt is beszélt a miniszterelnök, amikor is azt mondta, ha az ország minden területe minimum az egyes karanténfeloldási szakaszba lép, kihirdetik a nemzeti gyászt. A Bilduval kötött titkos egyezség kapcsán a kormányfő úgy fogalmazott, nem volt más választásuk. A legnagyobb ellenzéki párt a PP tartózkodását vagy igen szavazatát kérték, ám ők úgy döntöttek, nem támogatják a szükségállapot meghosszabbítását, amit így nem szavazott volna meg a kongresszus. Hogy ezt elkerüljék, kénytelenek voltak megállapodni a Baszk Bilduval. Míg tartott a sajtótájékoztató, országszerte autós tüntetések zajlottak a kormány ellen, melyet maga az ország vezetése engedélyezett. Mindössze annyit kértek, hogy tartsák be az egészségvédelmi előírásokat. A megmozdulást a Vox nevű nacionalista, szélső jobboldali párt kezdeményezte. Több ezer jármű bénította meg a nagyvárosok forgalmát, köztük Madridét, Barcelonáét, Valenciáét, Sevillájét, Kordobáét és Valladolidét is. A tüntetők kitűzték autójukra a spanyol zászlót, többen magukkal vitték az elmúlt másfél hétben a tüntetések jelképévé vált fazekakat és kanalakat, és ezekkel, valamint a kocsik dudájával csaptak brutális hangzavart. A Vox azzal vádolja a kormányt, hogy hanyagul kezelték a világjárvány kérdését, ezért az embereket arra biztatják, hogy vonuljanak az utcára, követeljék a szabadságukat, valamint a kormány lemondását. Péntekről szombatra 48 ember vesztette életét Spanyolországban a koronavírus miatt, és 361 új fertőzöttet regisztráltak országosan. A legfrissebb spanyolországi hírekért érdemes feliratkozni a csatornámra, a képernyő jobb oldalán lévő feliratkozás gombra vagy a videó végén az arcképemre kattintva. Aki pedig hasznosnak találja a munkánkat, az támogathat bennünket bármilyen összeggel a folytatás és fejlődés érdekében. Ezt megteheti a videó leírásában lévő linkre kattintva. Nagyon szépen köszönjük a segítséget!